riflessi. Magyar hang, Puttrögi Erzsébet. Szabó Gyula. Lux Ádám. Előd Botond. Henk Ócskavas telepe. A nagy szökés. Gebuc állatorvosi rendelője. Csak egy kis kávét idék. Jó reggelt. Jó reggelt. Mindjárt 9 óra. Legalább az első napon pontosan nyissuk ki az üzletet. Na, végre. Oly jut eszembe. Számítógépre vittem az eddigi vevőkörünket. Különböző módon hasonlítottam őket össze. Remek a program. Nagyszerű. Mi ez a rengeteg X? Azok? Számlák. Többnyire. Néhány ember még nem fizetett. Tudod, hogy van ez? Jó sok X-ünk van. Nagyon sok X-ünk van. Mama, ezt hova tegyem? Az édesapád képe, igaz?
Igen. Jóképű férfi. Ez a kép biztosan nagyon sokat jelent neked, ugye? Hát, igen, azt hiszem. Gondoltam. Adhatnék neked egy jó tanácsot. Sose tartsd egy helyen. Mert ha így teszel, egy idő múlva észre sem veszed. Változtasd a helyét. Mert akkor hat majd mindig frissnek és újnak. Igen, de... Kezdetnek tedd egy különleges helyre. Mondjuk a számítógépet tetejére. A számítógépemre? Ott a helye. Így, amikor levelezel a barátaiddal, mindig látod majd édesapád képét. Meglásd, ezáltal sokkal jobb kedved lesz. A számítógépemre? Hát jó. Sosem lehetett gyerekem, de azt beszélik, értek a nyelvükön. Jól beszélik. Épp most adta Timinek azt a képet, amit az ágyam mellett tartottam. Ezt nem tudta. Semmi baj. Attól még különlegesebb lesz, ha ezek után Timi számítógépén láthatom. Farkas vagy. Te csak egy kutya vagy. Hát, bocs, hogy megzavartalak. Remélem, hogy nem ütöttelek el a bringámmal. Jó kutyus, maradsz. Jól van, okos kutya. Mi a baj? Megsebesültél? Várjál csak. Hadd nézzem. Jól van, csak ne idegeskedj. Szerencsés vagy. Az anyukám orvos. Oké. Csak nyugalom, mindjárt idehívom. Csak maradj itt. Sietek vissza. Aztán Stuart Fedl. Egy egész farm. A marha betegségek elleni oltások, vizsgálatok, esetenként szülések. Mégis mennyi ideje van Mr. Fedlnek számlája? Hát, úgy 2-3 hónapja. A következő Abigail Referson, macskák. Az első ügyfél. Kebot állatklinika, doktor Kebot beszél. Nem, már nem ő. Doktor Stuart visszavonult. Nem, Mr. Slocumb nem lesz bent, nyugdíjba vonult. Mától én vettem át a helyét, és örömmel segítek. Csak beszélni akar doktor Stuarttal? Rendben, doktor Stuart hamarosan felkeresi, ugyanis a mai napon hajtja be kifizetetlen számláit. Nem bánja, ha én megyek? Már is ott leszek. Marhakór. Akkor szüksége lehet rám. Magával menjek? Egyedül engem vár. De az utat megmutathatja. Rendben.
ez az. Hoztam neked valamit. Szia! Már láttalak egyszer. Én is téged. Te lány vagy? Hú, okos vagy. A nevem Wilhelmina, Billy. Arrafelé lakom. Én Tim Cabot vagyok. És valahol... merre is lakom? Arra. Ti költöztetek Stuart doktor házába, igaz? Igen, a mamám megvette. De a doki ott lakik, még nem? Igen, a klinika fölött. Éppen az emlékiratait írja. Mindig ő gondoskodott a lovainkról. Hát, mától a mamám fogja a gondjukat viselni. Tud valamit a lovakról? Mindent. Állatorvos. Amilyen kész Stuart doki. Igen, de ő visszavonult. Kutyus! Hé! Hoztam neked valamit! Gyere ide! Hé! Merre vagy? Gyere ide! Nagyon finomat hoztam neked! Hát itt vagy. Tessék, ezt kóstold meg. Nagyon jó. Vegyes gyümölcsízű és nagyon tápláló. Na, egyél szépen. Értem. Akkor biztosan szomjas vagy. Jól van, ne félj. A mamám majd meggyógyít. Két orvos is van, és semmi dolguk. Na jó, gyere. Ne félj. Senki sem akar bántani. Gyere, gyere szépen. Gyere! Rendben, akkor még várunk egy kicsit. Biztos megijedtél. Semmi baj, velem is előfordult már. Csak most költöztünk ide, a mamámmal együtt. Igen. Nem ismerek senkit, nincsenek barátaim. Az apukám meghalt. Még tavaly. Ő is szerette a kutyákat. Hé, ez nedves volt. De kedves. Na jó. Gyere. Gyere szépen. Gyere, kutyus. Gyere, gyere. Gyere már, na. Meg kell mutassalak a mamámnak. Szegény, nagyon fájhat. Hé, hé, várj! Állj meg! Mi a baj? Na hát, de szép kutya. Hogy hívják? Nem tudom, most találtam rá. Találtad ezt a gyönyörű kutyát? Igen. Megsebezhette a lábát, miközben átvágott az erdőn. Nem tud járni. Nincs valamid, amivel hazavihetném? Nem tudom. Várj, mindjárt visszajövök. Hé, köszi! Istenem, pedig figyelmeztettem. Mégsem hitt nekem.
Ne álljon oda, mondtam. Ne álljon a bika mögé, amíg vizsgálom. Vén makacs ember. Egy ilyen bikarúgás sem változtatja meg a véleményét, még ha fenékre ül is tőle. Mama! Lám, lám, nézzen csak oda. Úgy látszik, hamar talált magának barátot. Mindjárt kettőt is. Mama, mi hoztunk neked egy pácienst. Kösz, hogy segítettél idehozni. Kislány. Igen, kislány. És egyébként hogy tetszik Hudson Falls? Nem rossz, bár még nem nagyon volt időm körülnézni. Nincs valami sok látnivaló. Megmutatod! Na végre, hogy van? Rendbe jön. Elég súlyosan megtépték. Vagy vágták. Nagyon fájhatott neki. Most már jól vagy, kislány? Úgy látom, kedvel. Igen, én is úgy látom. Emlékszel, mikor azt mondtam, jó lenne egy kutya? Igen. Tényleg jó lenne. Csodálatos. Nekem ő kell. Megtarthatom. Hát nem hiszem. Miért nem tarthatom meg? Megmentettem őt, nem? De, megmentetted. És kedvel engem? Nagyon is. Timi, a kutyán nyakörv van. De nincs rajta biléta. El is hagyhatta. Valakinek jókor lehetett, hogy nyakörvet tett rá. És attól tartunk, ez azt jelenti, hogy az a valaki a gazdája. Lehet, de akkor rosszul bánt vele. Nem, ezt nem tudhatjuk. Elcsámboroghatott, vagy el is tévedhetett. Rengeteg minden történhetett. De hogy deríthetnénk ki? Feladunk egy hirdetést. Jaj, mama! Lássuk, mindjárt. Timi, segítenél nekem? Na jó, állj fel szépen. Állj fel. Gyere. Okos kutyus. Muszáj ezt. Minél előbb kirakod ezeket a képeket, annál előbb megtudjuk, van-e gazdája a kutyusnak. Jó kislány, hozd vissza. Jól van, okos kutya. Most figyelj. Hopp! Ez az, ügyes vagy, kiskutyám. Nagyon ügyes. Na, még egyszer. Ülj le szépen. Figyelj. Timi, azt hiszem, ideje lenne nevet adni annak a kutyának. Nevet? Már 10 napja kiraktad a hirdetéseket. Ez elég idő arra, hogy valakinek hiányozzon. Úgy érted, hogy megtarthatom? Kitetted a plakátokat, ugye? Igen, teleraktam velük az egész várost. Hát akkor ez a gyönyörű kutya mától a tiéd. Hé, hallottad ezt, kutyus? Mától az enyém vagy. Köszönöm, mama. Köszönöm. Hogy hívjam? Úgy hívod, ahogy akarod. Mi lenne, ha mondjuk, nem is tudom, valami hozzáillőt? Hozzáillőt? Olyasmit, mint például az ordas? Ne, a
azt hiszem, az inkább fiúkutyákra illik. Ő pedig kislány, és egyenesen Skóciából érkezett a kollik, ugyanis onnan származnak. Értem, vagyis Skót. Olyan nevet találj, ami utal a származására és fajtájának nemességére, jó? Hozzám! Chuck! Ez kinőve. Scout? Nem. Pötyi? Igen, igazad van. Nem is vagy pöttyös. Akkor nézzünk valami olyasmit, amit Dr. Stewart mondott. Egy skót nevet. Például Scotty. Ó, ez már tetszik, ugye? Csak az a baj, hogy ez meg nekem nem tetszik. És az, hogy... Megdugád? Oké, oké, semmi megdugád. Jó. Gondolkodjunk egy skót néven. Lány néven. Egy skót juhász néven. Hé! Megvan! Tudom már! Mama, kitaláltam! Megvan a neve! De ugye nem maradunk az ordasnál? Nem! Gyere, tartok egy kis bemutatót! Oké, mama, ezt figyeld! Lassie! Jó kislány! Szerintem tetszik a neve, nem? Mama! Ki ez? Ó, igen! Segíthetek? Igen, adja vissza a kutyámat. A kutyáját? Maga tette ki, megtaláltuk. Igen, miért? Mert ez az én kutyám, adja csak ide. Nem, nem a magáé. Nem viheti el csak így. Mivel bizonyítja, hogy a magáé? Csak mert mi találtuk, nem biztos, hogy a magáé. Nézze meg a nyakörvet. Megnéztem, és nincs rajta semmi. Belül nézze meg. Nézze már meg! Háci, igaz? Sajnálom, Timi. Gyerünk, te ostoba dög! Mama, ne engedd! Csinálj valamit! Bár csak tudnék, de nem lehet. Az ő kutyája. Mama! Csúnyán elvágta a lábát. Elláttam a sebet, de a kötést többször cserélni kell. Persze, persze, persze! Hogy ide! További kellemes napot! Ha, 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 ha,